Sziasztok! Egy YouTube videó vágóképek nélkül olyan, mint egy hétvégi telkes övezet vasárnap benzin motorhang nélkül. Sok értelme nincsen, de a hangulathoz hozzátartozik. Ha pedig tudod, hogy nem sokára lemegy a nap, és még rengeteg munkád lenne hátra, amit még sötétedés előtt be kellene fejezni, úgyhogy nincs időd bejárni mind a negyed hektárt, akkor vegyél elő egy makroobjektívet, és körülbelül egy négyzetméteren belül találsz egy egész mikrokozmoszt. Hölgyeim és uraim, egy rövid diszklémerrel megszakítjuk ezt a műsort. Ezt a videót nagyjából pont egy hete terveztem kirakni, de közbe jött mindenféle dolog, nem tudtam befejezni, illetve nem éreztem azt, hogy tökéletes lenne, de rájöttem, hogy nem feltétlenül kell a tökéletességre törekedni állandóan. Azóta persze nagyon sok előrehaladás van a birtokon, ami ebben a videóban még nem jelenik meg, de majd szép folyamatosan halmozom fel ezeket, és akkor majd azokat is látjátok majd. Meg hát menet közben történt még néhány érdekesség, például ezek közül a legviccesebb, hogy most szombaton volt 15 éves a mesztelen kertészkedés világnapja, vagyis a World Naked Gardening Day. Nem egészen 15 éves persze, mert hogy az első két évben szeptember 10-én rendezték, azóta viszont átrakták ennek az ünneplését, ez nem biztos, hogy a legjobb szó, minden esetre átrakták a mesztelen kertészkedés világnapját minden év május első szombatjára. Hát nem tudom, hogy időjárás szempontjából ez nekünk jót jelent, de minden esetre ekkor van. A mesztelen kertészkedés világnapja alapvetően egy poén, ami maradt volna a kert falai között, vagyis kerítései és sövényei között, hogyha időközben az elmúlt 15 évben nem robban be a közösségi média, és ennek hatására az emberek olcsó lájkok vadászása reményében nem posztolgatnak mindenféle kapcsolódó képeket. Egyébként ezeknek a nagy részére az jellemző, hogy kifejezetten ízléses és szórakoztató, úgyhogy nem hiszem, hogy az egész egy ilyen olcsó pornó irányba menne el, de ez persze mindenki maga ítéli meg. Ha megnézitek a WNGD, vagyis a World Naked Gardening Day hashtaget, akkor látjátok, hogy volt, aki egyedül vállalkozott a kihívásra, és volt, aki kisebb társasággal, mondjuk jó eséllyel családtagokkal. Volt, aki csak egész finom utalásokat tett, de általában az jellemző, hogy az emberek vagy valamilyen növénnyel, vagy kertészerszámmal, vagy mindenféle más jószágokkal takarják ki a szemérmetlenül pőrén hagyott testrészeiket. És akkor mi a helyzet a munkabiztonsággal? Hát az a helyzet, hogy ez jobb, hogyha csak egy fotó erejéig készül, ugyanis a mezőgazdaság az egyik legveszélyesebb üzem, és ebbe beletartozik az otthoni kertészkedés is. A védőfelszerelésekre, vagy legalább a ruhára mindig nagy hangsúlyt kell fektetni, sőt, ahogy a szintén ez alatt a hashtag alatt megjelenő poszt is mutatja, azért a kullancsveszélyt sem feltétlenül kell elhanyagolni. Ja és ne, tudom, hogy vannak nagyon-nagyon barátságos méhek, de méhkaptárral ezt ne csináljátok. Lehet persze mondani, hogy ez csak sekélyes, öncélú magamutogatás, aminek az egyetlen célja, hogy minél több lájkot szerezzen az ember, el lehet ítélni ezt az egészet, viszont azt is megnéztem, hogy mi az, amire igazán lájkoltok. Kiraktam két tök egyforma képet, az egyiken ruhában ülök egy furikban, ezen állítottam be a kamerát, a másikban pedig mesztelenül ültem be ugyanoda. Hát a különbség az az, hogy az egyikre 215 lájkot kaptam, a másikot pedig 620-an lájkoltátok. Úgyhogy... vonjátok le ti a következtetést! Na, de szerintem ne beszéljünk többet az erkölcseitekről, mert hogy úgy látszik, hogy nincs is miről, inkább nézzük tovább a videót. Oké, csak vicceltem az erkölcs kapcsán, de ettől függetlenül jöjjön a videó. Time is an ocean, and I'm lost to sea. Tomorrow won't find us, but I still believe. Searching for you is looking for me. Amikor a múlt héten kiraktam az első birtokkal kapcsolatos videót, akkor eléggé erős kétségeim voltak, hogy milyen lesz a fogadtatás, és nagyon-nagyon meglepődtem nem csak a ti kommentjeiteken, hanem
azon is, hogy olyan ismerősök írtak rám nagyon sokan, akikről évek óta semmit nem hallottam. És általában nagyon pozitív volt a visszajelzésük, összevetve a tiétekkel, meg amiket Instagramon is kaptam, nagyjából ezekbe a csoportokba sorolhatók. Szimplán csak gratuláltak és örültek, hogy boldog vagyok. Régen vidéken nőttek fel, és nagyon hiányzik nekik, és mennének vissza. Erősen fontolgatják, hogy kiköltöznének a városból, és azok, akik mindenféle kertészeti tanácsot kértek. Úgyhogy a sorozat folytatódik, itt ezen a csatornán úgy tervezem, hogy hetente egyszer, hogy lesz-e más csatorna, ahol részletesebben, jobban nyomon lehet követni a folyamatokat, azt még egyelőre nem tudom. Az viszont biztos, hogy a saját Instagramomra azért elég gyakran töltök fel ezzel a hellyel kapcsolatban is képeket, meg rövid bejegyzéseket. Úgyhogy, ha gondoljátok, kövessétek azt. Nem a szertárosat, hanem a robilacisat, RBLC81. Viszont munkaszervezésben rengeteget kell még tanulnom, mert ha a produkciós szemmel állok hozzá, akkor a munka nem megy, ha pedig a munka szempontjából közelítem meg, akkor meg a videó nem készül, úgyhogy ezt még egy kicsit cizellálnom kell a jövőben. Viszont most jöjjön 3 szabály, amit felállítottam magamnak a birtokkal kapcsolatban. Ezek nem kőbevésett szabályok, és nem kizárólag ezek vannak, de 3 olyan elv, amit szeretnék követni a jövőben. Pontosabb, hogy csak annyit dolgozok, hogy ne szakadjak bele. Jó, ez lehet, hogy triviálisnak tűnik, vagy nagyon egy gumiszabálynak, viszont láttátok a motivációmat, úgyhogy sejthetitek, hogy nem fenyeget az a veszély, hogy egyszerűen csak kijövök ide, aztán nem csinálok semmit. Annak ellenére, hogy volt már rá példa, hogy kijöttem és csak rovarokat volt kedvem fényképezni, és akkor azt csináltam, de azért összességében nagyon motivál az, hogy alakítsam ezt a területet, amennyire lehet. Viszont nem a megélhetésem múlik rajta, és mivel ennek a kertnek több funkciója van, próbálom ezeket teljes egészében tudatosítani magamban. Ezek között a funkciók között ott van, hogy igen, legyen majd innen kaja, nem törekszem önfenntartásra, de azért valamennyi minőségi kaja azért származzon. A másik véglet pedig az, hogy pihenni tudjak itt. Úgyhogy a kettőt egyensúlyba kell hozni, meg persze a kettő között azért vannak más funkciók is, de ebbe most nem megyek bele teljes mélységében, majd máskor. Tudom, nagyon sokan vannak, akik megvesznek egy hétvégi telket, arra vágynak, hogy majd oda kimennek és pihennek, aztán egyre ritkábban tudnak kimenni, és a kimenetelek azok többnyire abból állnak, hogy már megint füvet kell nyírni, már megint bozótot kell írtani, és mire az egészet befejezi az ember, hulla fáradt, lemegy a nap, aztán mehet is haza. Nekem azért egy kicsit más célom volt ezzel a területtel, erről beszéltem már a múlt héten. Második szabály, hogy próbálok minél energiatudatosabb lenni, amikor a munkákat végzem idekin, és próbálok minél kevesebbszer fosszilis energiahordozókra támaszkodni. Tudom, hogy ez alól lesznek kivételek, például azt a nagy bozótot egész biztos, hogy nem fogom tudni majd kiírtani láncfűrész nélkül, és van az a bozótvágóm is, amit már esetleg láthattatok. Az is benzinnel működik, de azért ezeket próbálom majd minél jobban visszafogni menet közben. Nagyon-nagyon régen, amikor még Floridában dolgoztam, akkor önkénteskedtem egy olyan szervezetnél, aminek az volt a célja, hogy low-tech mezőgazdasági megoldásokat vittek el, vagy fejlesztettek harmadik világbeli országoknak. Itt nyugaton hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy nagyon sok kényelmi megoldás van, aminek nagyon nagy az energia és a költség igénye, viszont tök kényelmes vele az élet. Nem azt mondom, hogy bele kell szakadni, lásd egyes szabály, viszont néha jó visszalépni. Erre mutatok majd nagyon sok példát, hogy hogyan lehet tényleg tök ingyenes megoldásokat is használni arra, hogy elérjünk vele olyan célokat, amelyeket egyébként helyes mezőgazdasági gyakorlattal el lehet érni. És végül a harmadik szabály, hogy mindig törekszem arra, hogy odafigyeljek a talaj és a vízgazdálkodásra. Magyarországon iszonyatosan nagy probléma a talajerózió. Tudom, hogy sok helyről azt lehet hallani, hogy egy páratlan kincsen ülünk éppen, és hogy az egész világ arra törekszik, hogy elvegye tőlünk ezt a felbecsülhetetlen értéket, de a valóság az, hogy ez vagy nincs így, vagy nagyon nem figyelünk oda rá, vagy mindkettő, de az biztos, hogy egész jó helyzetben vagyunk, és egészen nem tudunk vele mit kezdeni. Ez különösen nagy kihívás, mert hogy egy kifejezetten lejtős területről van szó, de igyekszem elérni azt, hogy a csapadék, amit lehullik, az itt is marad. Ja, nagyon fontos, hogy a területen nincsen víz, nincsen kutam, úgyhogy ennek megfelelően egyelőre elég sok minden lutri, különösen ilyen nagy tavaszi aszályokkal, viszont már dolgozom azon, hogy a lehulló csapadékvizet megfelelően gyűjteni tudjam, és abból aztán később öntözni is lehessen.
Az öntözési lehetőség viszont önmagában még nem elég, hogyha ez nem párosul egy megfelelő talajhasználattal, de erre szerintem majd bőven vissza fogunk térni a jövőben. Most pedig mindjárt lemegy a nap, úgyhogy nekem menni kell vissza. Megpróbáltam felvenni egy folyamatot arról, hogy mind dolgozom éppen ma. Hát nem sikerült befejezni, ezt nézzétek el nekem, de egyre gyakorlottabb leszek, és egyre inkább össze fogom tudni hangolni ezeket a videókat. You are the summer, we were the tide. Clear is the vision, bright as your eyes. Ez az egyetlen olyan kerítés szakasz, ami hibátlan az egész birtok körül. A szomszédaim ezt nagyon szépen megcsinálták annak idején, viszont hogy így is maradjon és ne menjen tönkre, muszáj itt a tövében a növényzetet eltávolítani, és sokkal kontrolláltabb formát ölteni neki. Azaz elképzelésem, hogy jövőre itt végig levendula lesz majd. A helyzetet bonyolítja, hogy ez nem egy szépen gondozott pázsit, hanem mindenféle brutál gyomnövények vannak itt. Néhol kecskerágó komló, ami itt éppen elég szerénynek néz ki, de valójában itt az egész telket behálózza hatalmas nagy gyökérrendszerrel. Ez például egy komló gyökér darab. A kerítéstől nagyon precízen két lábnyira kijelöltem egy vonalat. Ezt ásóval szépen megjelölöm. Ez egy kertévés kertész magazinban úgy néz neki, hogy kijön ide egy stáb, egy munkás csapat, szépen pár perc alatt felássák itt a egész növényzetet, és a helyére ültetik a kész levendulákat. Hát ez itt ebben az esetben nem egészen így fog kinézni. We are timeless. We are timeless. Viszont amíg nem jön a levendula, addig sem hagyom fedetlenül a talajfelszínt. Ez talán az egyik legfontosabb dolog, talajt fedetlenül soha nem hagyunk. Viszont nem volt időm befejezni, hogy mit ültettem oda és hogyan dolgoztam el végül a talajt. Ezt majd egy későbbi videóban fogom megmutatni. Addig is legyetek jók, sziasztok!